Az elmúlt napokban társulatunk a Kabaré című musicalt kezdte el próbálni. Ennek kapcsán néhány kollégánkkal a zenés műfajról beszélgettünk, a Jókai Színház elmúlt éveinek zenés produkcióiról a teljeség igénye nélkül. Felmerült néhány emlék, néhány kulisszatitok, és körvonalazódni látszik, hogy mennyi munka vár még ránk, még április elején színpadra kerülhet a Kabaré. A 70. lábjegyzett kulcsszava tehát a zene. Zene az szerintem az egy csoda dolog, egy jó zene az nagyon sok mindent beindít az emberben. Úgy mondják, hogy egy musicalben, egy zenés előadásban akkor kezd el a színész énekelni, akkor indul el a zene, amikor már elfogynak a szavak, amikor már nem elég csak a puszta érzelem és a szó, akkor indul el a dallam, és a színész dalra fakad. A mai néző szeretne szórakozni, és valahol a zenei műfaj áll még mindig a legközelebb ehhez az igényhez. És úgy tudjuk legjobban ezt az igényt kielégíteni, hogyha olyan darabokat is játszunk, amiben ha csak úgy színezésképpen is, de zenei aláfestés van, hát vegyük a Naftalint, ahol nem énekel senki, viszont szerves része a darabnak a zene. És ez jócskán tud színezni a darabon. Most itt vagyunk a padláson, sőt, mi több, a padlás tetején, a tetőn. Fönt vagyunk ilyen jó magasan, és van egy bizonyos rész, amikor nekem itt kell énekelnem, itt jelenek meg először, mint herceg, és aztán rohannom kell, és van rá nem tudom, 10 valamennyi másodpercem, hogy leérjek a sufniba. És ott jelenek meg legközelebb, pár másodperc alatt. Akkor mutatom, hogy körülbelül mennyi az idő, jó? Azt mondja, hogy elénekeltem, és rohanás. Nem egyszerű a zenés daraboknál az, amikor a színésznek reggel 9 órakor mondjuk egy zenés mesejátékot kell játszani, amit többször is csináltunk már, mert hát ugye a színésznek akkor időben fel kell kelni, az, hogy egy beszédhang legyen, aztán legyen énekhang is, és mivel én Érsekújvárból utazom Komáromba, ez mondjuk egy 30 kilométer, akkor közben azért szoktam dudolászni az autóban, hogy mire beérkezem, már egyfajta beéneklés is megtörténjen. A zenés előadások előtt nagyon fontos a bemelegítés, mind izomzatilag, mind hangilag. Már másfél órával bent vagyunk egy előadás előtt, és skálázás, egy 20 perc hangképzés előzi meg az előadást. Miután megtörtént a beéneklés, utána pedig egy mikroportos hangbeállást csinálunk, hogy a hangmérnök be tudja állítani a mikroportokat, és hát nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Kell, hogy legyen egy kondíciója a színésznek, hogy táncokat bírja, tánc közben énekelni bírjon, és mindent szépen sorba, helyére kell rakni. Padlás volt igazából az első ilyen nagy kihívás nekem, ami az éneket illeti, mivel olyan dalokkal kellett megbirkózni, ami nekem nem volt magától értetődő, hogy azok a hangmagasságok nekem ki fognak jönni, és hát bizony hallani most is a hangomon, hogy sok padlás van, egymás után akkor azért lefáradok, úgyhogy erre bizony keményen kell gyúrni, hogy az ember hangja bírja az előadásokat. Például nekem itt van egy ilyen nagyon jó kis nem mutatom a márkát, de egy nagyon jó kis himalájai só, kis tubus, amit aktívan szoktam használni előadások előtt, gargalizálni vele. Amikor már lefárad a hangom, vagy kezdek lerekedni, olyankor már nagyon odafigyelek. Akkor például előkerül a kalciumpesgő tabletta, akkor minél többet csöndbe maradni, az nagyon, nagyon tud segíteni. Na például, hogy igen, inhalálni például ezzel itt éppen igen, van, más is használja a sót. Nagyon, nagyon nagy vízbe beleteszi az ember, és azzal inhalál, be lélegzés, akkor az is nagyon-nagyon sokat tud tenni. Életem egyik legnehezebb feladata volt, szerintem így zenés szinten, celofán. Ugye a nézőtéről kezdtem, és ha emlékeznek a kedves nézők, akkor ott volt egy hatalmas, igen, Chicago musicalről van szó, volt egy hatalmas ilyen emelvény, vagy lépcsősor fölfelé az egekbe szinte, nagyon magasan, és menet közben kellett énekelni úgy, hogy le a nézőtérre néz az ember, és hát ki kellett vágni a magas hangokat is menet közben, és ott a tetején aztán ugye kellett még énekelni. Csárdás királynő. Az a szívem csücske volt. Én úgy nőttem fel, hogy a nagymamáéknál ott voltak a lemezek, és a Csárdás királynő dallamai szintén megvoltak a fejemben. És amikor megkaptam a szerepemet, akkor én nagyon-nagyon örültem neki, és azt mondhatom, hogy igazából nem vagyok én operett kedvelő, de a Csárdás királynő azt nagyon-nagyon bírta, magát a próbát. Bóni, igen. Bóni szerepét, igen. A boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak rég. Szóval itt volt a Seres például a Szomorú vasárnapban, tehát azt kimondottan imádtam. Nagyon nagyobb pofont talált a szerep, azt hiszem. Sokan ezt mondták szintén, hogyha ez most nem az én véleményem csak, de éreztem, hogy nagyon jó. És mai napig úgy vagyok azzal, hogy a Seres dallamait azért szintén dúdolgatom magamban sokszor. Én nagyon szeretem a zenét. Hál' Istennek tudok énekelni, táncolni is, úgyhogy ez egy külön előny számomra a színházon belül és a szakmámon belül. Azon kívül is szeretek, tehát ez egy másik dolog, hogy én otthon az a fajta ember vagyok, aki munka közben bizony-bizony, én mondom, hogy vonyít, mert elég hangosan szoktam énekelni, hát a tanyán meg lehet engedni magamnak, de az zuhanyban is. Ugye Mélin Hungáriában csak rock and roll-al foglalkoztunk. Ott volt életemben először mikroport rajtam, ekkor kellett megtanulnom, hogy milyen az mikroportba énekelni, belekóstolni az egész műfajba. Úgyhogy egy nagyon érdekes kaland volt, és ott meg is tanultam azt, hogy erre igencsak fizikai felkészülés is igényeltetik. Tehát a következőkben, vagyis a továbbiakban már ügyeltem arra, hogy egy zenés darab próba folyamata előtt én erre rákészüljek, akkor kijártam futni, mert éreztem, hogy azért az emberbe kell szufla. Számomra hosszú idő után az első olyan darab, amiben énekelni is kellett, az a Börtönkarrierben volt a miniszter szerepe. De a zenés daraboknak érdekessége tényleg az, hogy az embert úgy megkörnyékezi az a fajta félelem, hogy olyan emlékezni fog mindig a szövegre a dal közben, vagy itt-ott kiesik, előfordul, hogy kisiklik a szöveg, de én szerintem, hogy pici rutinja van az embernek, akkor beépít oda valami olyasmit, hogy a nézők, akik először látják, nem veszik észre. Vannak számláink, éhes gyermekeink, kiadásaink és bevételeink, a revizor is kérem, mert... A Börtönkarrier az egy különösen nagy falat volt számomra, hiszen annak ellenére, hogy kicsi volt a szerep, az adott szám a koreográfiával együtt egy ilyen hatalmas fizikai hajrá volt. A Német Összeg koreográfiája, a Szemenyei Jani zenéje és az Erdős Anna szövege így egy csomagban, hát igencsak megerőltető 3 perc volt, ráadásul egy ilyen maratoni gyors öltözés után, úgyhogy igen, ott éreztem igazán, hogy mennyire fontos az, hogy egy színész, aki zenés színházat csinál, az igenis legyen felkészülve kondiban, és így tovább. Én ugyan nem vagyok benne a Dzsungel könyvében, de ezt az előadást nagyon imádom. Tehát volt szerencsém látni több előadást, felvételről az eredeti ősbemutatót is láttam. Azt kell, hogy mondjam, a miénk nagyon-nagyon jó előadás volt. Én a Sírkán szerepe, ugye ez egy ilyen eléggé kemény rokkos szám, egy teljesen számomra szokatlan hangszint kellett fölvennem ebben a dalban. A Dzsungel könyvében a Beszél a Szél az megint más miatt volt nehéz. Itt olyan dolgokra gondolok én, amikor tehát a hangterjedelem, mettől meddig megy egy szám, és akkor azon belül van egy alsó regiszter, van egy középregiszter, és van egy felsőbb regiszter. És például másként énekli az ember az alsót, és másként a felsőt. És mondjuk egy köztesben megoldani azt az átmenetet, hogy ne tűnjön, vagy ne váljon el az alsó a felsőtől, hogy nagyjából hogy is mondjam, egy színbe tudja megszólaltatni a dalt. Nagyon jó kis hangulatú darab volt, ami a nézők mondhatnak el leginkább, hogy ha aki látta, az szeretett volna eljönni, legalábbis akikkel én beszéltem, azok nem, hogy szerettek volna, el is jöttek több esetben is. Dzsungel könyvére. Volt, aki háromszor, négyszer is látta a távolabbi ismerőseim közül. Nem minden zeneanyagot ismer ugyebár az ember. Most például a Kabaré esetében nyilván ismeri, mert ez egy nagyon ismert darab, zenés darab. A Padlást is nagyon-nagyon jól tudtam, illetve tudom, de nem játszok benne, ugye, de nagyon szeretem nézni, ez egy másik dolog, ha nagyon jól sikerült a kollégáknak. Hozzáteszem, láttam az előző Padlást is itt Komáromban, az is nagyon jó volt. Mondjuk a Zsugori esetében az egy teljesen más helyzet volt, és nagyon-nagyon külön örültem neki, hogy volt ez a kis öreg rock, ez a öreg rockos szám, ugye, ami nekem egy olyan külön kihívás volt, mert ilyen műfajt még nem énekeltem színpadon. Tehát operettet igen, musical dalokat igen, de mondjuk rá ezt a műfajt, ezt még soha. Tehát ki tudtam próbálni magamat. A dalom a Zsugori című előadásban kicsit mély volt nekem, hangfekvésileg, ami Padlásban szerepel, az pedig kicsit magas. Úgyhogy egyszer már szeretnék olyat is énekelni, ami az én hangfekvésem. Hát az Edith és Marleneben a három dalom, amik vannak, azok sanzonok, amik főleg prózával vannak keverve, előadási számok. Úgy is mondhatom, hogy a hangregiszterem alsó részét használom benne, főleg a mellhangot, míg a Padlás egy teljesen másfajta énektechnikát igényel, amikor is a fej rezonanciát használom javarészt, mivel itt elég magas hangokat kell kiénekelnem. Ezért nagyon fontos az előadások előtt felskáláznom a legmagasabb hangom fölé is legalább három hanggal, hogy az a hang szépen jöjjön ki és szépen szóljon. Piaf az egy olyan előadás, hogy elindul és a végén leáll. Ott nem gondolkodom semmin közben. Ott visz a zene, visznek a jelenetek, visznek a helyzetek. Ott nincs esélye az embernek agyalni máson. A Kabaré című musicalen kezdtünk el dolgozni. Volt egy találkozó próbánk, nevezzük így, és azóta elkezdtünk foglalkozni a dalokkal, és még jobban a koreográfiákkal. Gergye Krisztián a koreográfus, és vele dolgozunk most még csak harmadik napja, de már most érzem, hogy munkás időszak elé nézünk. Benne van a Mein Herr, a Kabaré, a Maybe This Time, a Money. Hát most még egyelőre nincs izomlázam, de biztos ennek is eljön a maga ideje. Kék foltjaim már vannak, de... és még szuflával, azt hiszem, hogy ezt így gyakorolni kell, hogy bírjam az éneklést a kitartott hangoknál, a táncot az énekléssel együtt. Tehát a Kabaré egy picit más előadás lesz számomra is, és szerintem a társulat számára is, mint zenés darab. Szerintem egy picit nagyobb falat, mint például egy Padlás zeneileg. Az a különbség is játszik ebben a történetben, hogy itt élő zenekar lesz. Zeneileg nagyon bonyolult, nagyon expresszív és nagyon nyers történet, amivel most így próbálunk megbarátkozni, amit most így kóstolgatjuk a táncparketten, mondjuk koreográfia próbán, kóstolgatjuk a zongora mellett korepetíció közben. Hát a Kabaréban ugye a súr szerepe, az enyém. Megnéztem a Garas és a Psota felvételt. Hát, az csodálatos, szóval az tényleg nagyon szívben markoló. A helyzet is az, illetve a történet, ugye a német kisasszony és tehát kisasszony, vén kisasszony így, és az öreg úr, a zsidó öreg úr egymásba szeretnek. és bizony a nácizmus úgy szivárog be az életükbe, hogy a német kisasszony azt mondja a végén, hogy nem házasodik össze a zsidó férfival. Úgyhogy ez egy kicsikét olyan. Tehát ott van szépen, nagyon szépen van fölvázolva a háttérben, hogy egy szerelmet hogy tehet tönkre egy ideológia. Időigényes a dolog, sokkal időigényesebb, mint egy prózai mű általában, viszont próbaidőnk ugyanannyi van, tehát az alatt kell összehozni. Az sokszor azt jelenti, hogy reggeltől estig itt vagyunk a színházban, és egyik helyről a másikra vonulván csináljuk a dolgunkat. Tehát a mai nap folyamán, amikor most beszélgetünk, még ugye a herceg jelmezében vagyok, de mai nap ki leszek írva már a próbára, a Kabaré című musical próbájára, koreográfia próba lesz. Igen, ez az, amiről beszéltünk, hogy a zenés darab nem csak arról szól, hogy beszélgetnek a színészek a színpadon, hanem énekelnek, táncolnak, és ma már táncolni fogunk a Kabaré című musicalben, amit nem sokára láthat a közönség. Én olvastam egy olyan dolgot, hogy ha az ember énekel, akkor az agyában a szorongásért felelős részi az ének közben kikapcsol, vagy zenehallgatás közben kikapcsol, és szerintem az emberek lehet, hogy egy ilyen tudatalatti történet miatt szeretik a zenés színházat, mert amikor megszól a zene, akkor így hátradőlnek, és tényleg elfelejtik a gondjaikat. Most per pillanat a Kabaré című musicalt kezdtük el. Ó, belekordult a gyomrom. Hallottam. És nem tudtam, hogy mi volt az. Mert most már éhes kezdtek lenni. Éhes vagyok így a 4 órás táncpróba után. Igen, tehát hogy nem, gyakorlatilag... Jó, ezt most elmondom még egyszer.